A gazdag ember és a cigány. Egy rogyadozó félben lévő kunyhóban nyolc gyermekével együtt éltett cigány család. Az apa minden nap a munka végeztével hozott felé menet kenyeret gyermekeinek, magának meg salátát és kevésnyi pálinkát. Hazatérve gyermekeinek ebédet adott, maga pedig megette a salátát és a kevésnyi pálinkáját. Az ebédet követően ahányon csak voltak a putriban, élénk zeneszók kíséretében énekelni és táncolni kezdtek. Így teltek napjaik, örömben és végságban. A kis kunyhó meg ragyogott a boldogságtól. A rogyadozó kunyhójukkal szemben egy előkelő nagyházban túls gazdag ember lakott. Minden nap nézte a viglozó cigány gyerekeket, azon szomorkodva, hogy neki nem zsöleteknek gyermekei. Egyszer a házó előtti kispodon ülve nézte az előtte folyó vígságot, és a következőket mondta a feleségének. – Asszony, fogjál tarisznyát, tedd abban a megtakarított pénzünket – és vidd el a szomszéd cigánnak, hogy szebb és jobb házat építsen magának és családjának. Nekünk hiába van sok pénzünk, amikor nincs szerencsénk a gyermekáldásban. Úgy történt, minden úgy mondta. A szomszédban lakó cigának odaadták a sok pénzt, hogy építsen házat magának. Azonban, ahogy a cigány elfogadta az ajándékba adott pénzt, ő és a többi gazdag ember módjára kezdett el élni. Kerülte a szegényekkel való találkozást, a volt barátait. Házában nem szólt többé zene, sem ének, és senki sem perdül többé táncra. Ekkor magához szólította feleségét, ezeket mondva neki. Figyel rám, asszony, így többé nem lehet élni. Menj el a gazdag szomszédunkhoz, s vidd vissza neki a pénzt. Miért kellene visszaadnunk? kérde a felesége. Amikor szép házot építettünk belőle, és a gyerekeink jövőjét is tudjuk biztosítani a kapott pénzzel. Nem osztom véleményed, a szerencse pénzzel nem vásárolható meg. Amióta pénzre tettem szert, minden barátomat elvesztettem. Gyermekeim nem táncolnak, mint annak előtte teljesen megváltozott az életünk. Nem vitatkozz többé velem, hanem tedd azt, amit mondok, parancsolta a férj. Az asszony lehajtott fegyel, visszavitta a pénzt, betérve a gazdag szomszéd házába. Felsorolta az okokat, hogy miért is hozta vissza a pénzt. A gazdag ember nem hitt a fülének. A szomszéd asszony magyarázott a szokatlan volt számára. Másnap a cigány visszatért illetének megszokott kerékvágásába. Gyermekeinek kenyeret vásárolt, magának meg salátát és kevésnyi pálinkát. És a roskadozó kis kunyhójukban ismét megszólalt a zene. No, sok idő elteltével a gazdag szomszédot érdekelte, hogyan élnek szomszédai. Fogta magát is, elment hozzájuk. Jó napot, vígan élő emberek! Köszöntötte őket illendően. Neked is jó napot kívánok, te gazdag ember. Gyere be közénk, mondta a házgazda. Eljöttem tikteket meglátogatni, hogy győzőnyek meg saját szememmel, hogy jól vattok-e. Miért adtátok vissza a pénzt, amire nekem nincs is szükségem? Ez kisé meglepett engem. Beismerem, ezt nem vártam tőletek. Tudom, hogy nincs elég pénzetek. És szükségetek van a segítségemre, ugyebár. A házgazda erre ezt feleltem. Trága jó szomszédom, valóban sok pénzzel ajándékoztál meg bennünket. Komolyan arra gondoltam, még éppen tudom majd elkötteni. No a pénzhez jutással házam egyszerre csendesé vált. Abból eltűnt minden öröm és kontalanság. Senki sem volt benne többé vidám. Mi már azt megszoktuk, hogy így élünk és jobb nekünk. A gazdag ember visszatért a házába, majd elgondolkozó saját életén és a szomszédja szavaim. majd ezeket mondta. Valóban így van, ha bár van pénzem, nincs egy barátom se, senkivel nem barátkozok, nem járok el kocsmázni, társasági életem, szóra sem érdemes. Rövest odaívta a feleségét, és határozó szóval megparancsolta neki. Végig gondoltam, mind – Holnaptól kezdve azon leszünk, hogy minél többen legyünk együtt a szomszédainkkal, és gyakrabban elmegyünk a kávézóba, s elkezdjük a pénzt költeni, amit hiába valóján őriztünk idáig. Lehet, hogy boldogabbak leszünk. – Tegyünk úgy, ahogy jónak látod, egyezett bele a felesége. Ahogy mondták, úgy is lett. A gazdag ember legelső vendége a szomszédja lett, a végkedélyű cigány, akit meghívott egy csésze kávéra.